Miköze a matrica nyomásnak az Európai Unióból távozó Egyesült Királysághoz? Paul Kündiger, egy berlini matrica nyomda vezetője szerint elég sok. Több nagy vásárlója is van a Szigetországban, és most tanácstalan, hogyan exportál majd az EU-n kívüli Egyesült Királyságba. Milyen papírok kellenek majd? Mit kell tennem? Malajziában tudok vámpapírokat kiállítani, de azok nem jók az Egyesült Királyságba. A bizonytalanság és a megállapodás nélküli Brexit megnövekedett esélye miatt fájó döntést kellett hoznia. Egyelőre nem fogad új megrendeléseket az Egyesült Királyságból. Nem üzletelünk most arra felé, egyszerűen azért, mert nekünk is ki kell várnunk, hogy mi lesz. Jelenleg a cég nemzetközi forgalmának 10%-át teszik ki a szigetországi megrendelések. Egy 20 fős cégnek ez nem éri meg a kockázatot, viszont bőven elég fejfájást okoz. A dolgozók is aggódnak, mert ők sem tudnak semmit. Mindenki tőlem várja a híreket. Úgy megy ez, mint a politikával, mindenki fentről várja a választ. De nem tudok mit mondani. És nem csak a nyomda aggódik, a Német Kereskedelmi Kamara is a megállapodás nélküli Brexitre készíti fel tagjait. Mintegy 70 ezer német vállalkozáson kereskedik az Egyesült Királysággal. Sokuknak nincs tapasztalata abban, hogy hogyan kell kereskedni harmadik országokkal. De a nagyvállalatok, például a német autógyártók sem nyugodtak. Az Egyesült Királyság a német járművek nagy piaca, de az elsőbség az EU belső piacái, ahol viszont senkinek sem fűlik a foga több engedményhez. Az EU-s belső piac nem alkutárgya. Ezt az Európai Bizottság is kijelentette, a német kormány, a német ipar és kereskedelem pedig támogatja ezt az álláspontot. Semmilyen kompromisszum nem veszélyeztetheti a belső piac négy alapvető szabadságát. Aláírt teljes szakítás, egyezményben rögzített nagy kompromisszumok vagy semmilyen megállapodás. Akárhogyan is alakul a Brexit, a német vállalkozások tisztán szeretnének látni, hogyan kereskedhetnek majd az EU-n kívüli Egyesült Királysággal. This is Jonah Kalgan reporting for Euronews from Berlin.